Lan oğlum siyastok lan. Merhaba de. Merhaba. Merhaba. Gidiyoruz da gidiyoruz lan. Tatil vlogu mu çekiyoruz? Ne yapıyorsun? Tatil vlogu. Tatil vlogu. Şoförümüz Bay Mustafa Ayhan. Co-pilot Bay Ahmet Can Acar. Müşterilerimiz Fujin Acar ve kendini tanıt kızım. Derya bilerek yaptım ya. Hello. Megyünk hétvégére, táborozni Bartonba, ami a tengerpart mellett van. Úgyhogy úgy döntöttem, hogy csinálunk nektek egy hétvégi tengerparti vlogot. Most hagytuk el Ankarát. Körülbelül olyan 5-6 óra lesz az út, pontosan nem tudom, hogy hány kilométer, de meglátjuk, úgyhogy 7:30 körül jár most az idő, mikor odaérünk, akkor majd be fogok jelentkezni, illetve útközben is fogok nektek mutatni szép helyeket. Tartsatok velünk! Megjöttünk a kempingbe. A fiúk körülbelül egy órája állítják fel a sátrat. Na jó, legyen fél óra. Çadırı bir şuraya kuracağımız yere bir çekelim. Kaldır gel. Gel 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 gel. Şimdi kanka sırtını binaya dön. Dön 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 tam dön. Tam dön tam dön 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 dön. Aferin yerim dön. Çok iyi. Aleş. Bak kanka burası ortası olacak. Tamam. İyen kişi két szobás sátrunk van, majd ha teljesen fel sikerült állítani, akkor látni fogjátok. Egyébként többen vannak a kempingben, mint gondoltam volna. Elvileg 100 méterre van tőlünk a tenger, kíváncsi leszek rá. Körülbelül 11 óra múlt, fél 12. Picit mászkálunk, szerintem ma nem fogok videózni, mert nem fog látszani semmi. Úgyhogy majd holnap reggel, mikor felkeltünk onnantól, megmutatom nektek, hogy milyen a hely. Letáboroztunk, most vacsiztunk. Picit körbenéztünk, hogy mi a helyzet, mi merre van. Nagyon közel van a tengerpart, itt igazából hátulról látszik is, csak most épp szerintem így a sötétben nem. És tele vagyunk kutyusokkal, úgyhogy imádom. Minős? 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 Igen. Nyak. Imádom. Imádom. Igen. Itt fog velem aludni, igaz? Sikerült felállítani a sátrat is. Tök szépen látszanak a csillagok is. Viszont holnap részletesebben bemutatom a helyet. Jó reggelt! Felébredtünk. Körülbelül 7:30 van.
Fiúk elmentek bevásárolni a reggelihez. Kolbászos tojást fogunk csinálni, friss kenyérrel fogjuk megenni. Jó idő van, viszont nagyon-nagyon párás itt az árnyékba. Itt a kis sátrunk. Tehát fogunk főzni a reggelihez, viszont viszünk sincs, mert elfogyott tegnap este. Úgyhogy arra várunk. Egyébként baromi szép a kilátás. Közel van a tenger is nagyon-nagyon. Már este is mondtam, ugye körülbelül egy 100 méter. Innen látszik is igazából, majd mindjárt megmutatom, hogy milyen a kilátás, meg milyen ez az egész hely. Egy ilyen kis füves területen vagyunk. Többen vannak, mint amit gondoltam volna, hogy lesznek. Viszont jó a hangulat. A WC-vel egy kicsit nem vagyok megelégedve. Az a baj igazából, hogy sáros nagyon, ugye itt mindenki táborozik, sátorozik. Nyilván nem tudom, mire számítottam. Na mindegy. De ezen kívül egyébként rendben van minden. Megmutatom a kilátást. Szóval itt a kis sátrunk. És itt látszanak a hegyek is. És igazából ott a tenger. Úgyhogy reggeli után le fogunk menni a partra. És így ilyen a kis tábor. A mi sátrunk a legszebb. Bárki bármit mondhat. Készül a reggeli. Videómhoz başlayalım. Hadi, hadi. Masterchef must be Allah çok iyi. Danilo, Danilo. Ayağıma yaz şu anda. Tamam, bu yemeğin özelliğini bir anlatır mısın? Nereden geliyorsun? Çocuk nereden geliyor? Açır yemeği. Yumurta köyden. Sucuk kasp. Şey versene, yumurtayı versene kanka. Hemen veriyorum. Ama bu yumurtayı mesela ilk yapmayı nerede öğrendin? Bana onu anlat, yiyelim. Bunu mu? He. Kardeş biz küçükken çok fakirdik. He. Sabahıyla akşam yumurta yerdik. Köyden... Doğalgazın üstünde mi yapardık? Yok, köyden bahçeden çalardık, yere ateş yakardık. Ooo! Sever. Ateş yakamayınca da güneş ışığıyla Allah verirse büyüteşten yansıtma yapardık. Bütün parayı çakmağa verirdik. Doğru. Yumurta almazdık, çakmağa verirdik. Oğlum yumurtayı ver abi. Vermiyorum lan. Aşkım. Özür bekleyek dedik. Hala yumurta vereceksin ya. Aa 101. Harca harca bitmez. Oğlum ben niye buraya tüngedim şey gibi? Aha geliyor bak bak bak. Bunları daha yeni topladım. Hayatım bebeşim. Efendim hayatım. Bak bunları yeni topladım. Öyle mi? He. Tavukların altından mı? He. Takipçilerine şey sorsana. Yumurta mı tavuklar? Üstünde bak. Tüyü var tüyü. Tırnaklarında ne kadar güzelmiş hayatım. O şey ya bunları toplarken bok bulaş. Hadi şimdi yürü. Hadi bu kırkır. Benim elim yanacak burayı tutarsam. Dur oğlum işte. Yok. Maşallah gel buraya gel. Topu işte. Aa ya dur. Aa bu bir. Hadi bakın. Hadi bakayım. Ver onu bana. Ver onu bana. Bir tane daha. Hadi bakın. Niye oraya tutuyorsun? Hadi hadi. Üzgünüm. Tamam oğlum ne var ne? Parmağından vereyim mi? Lan dur lan. Allah. Yapıştır. Yapıştır. Şuraya vurayım mı? Aşkım ya kafamda. Kafana vur. Bana bir daha poşet verin lan. Aşkım ya kafamda. Çöp poşet orada hayatım. Aşkım ya kafamda kır diyorum sana. Niye üst üste atıyorsun yumurtamı? Şimdi yayacağım. Bak başım kafası böyle. Getir o yumurtayı. Yumurtayı getir. Hangisini? O oğlum kafama da mı bulaştı? Evet. Ya ben bulaşmaz sanıyordum ya. Tamam. Ahmet. Efendim canım. Kaç tane koyar? Ne bileyim koy koy. Akıyor mübarekim. Akıyor bu akşam. Anam. Oh.
Bak şimdi bunları böyle kırıyoruz. Bunları böyle kırmamızın sebebi yumurta atlayın yavaş yavaş pişerken. Ben ne anlatıyorum size bilmiyorum. Yumurta haşlamayı da pişirmeyi de bilmiyorsanız siz zaten şey bilmiyorsunuz. Tuz var diyordun ya. Gel buraya Nusret gibi at git. Altını açsana biraz. Hadi İlayna. Hadi bunu yapabilirsin. İşte ooo süper. Bileğe çarptıracaktın ama neyse. Bileğe çarptır. Buraya mı? Bileğe çarptırarak atacağım. Ama böyle atıyorum. Saklıyı ya. İyi pişirin. Tamam uçkun ben de zaten. Hadi bakalım. Hadi altını aç artık ya. Açıyorum hemen. Oğlum dur lan. Yanıyor mu? Bir tane daha kırayım mı? Bir dakika dur. MasterChef Mustafa Ayhan. Manzara da güzel ha arkada. Çıtırları böyle mi yiyorsun? Benim Mustafa Ayhan burada. Evet en güzel manzara. Üstü. Hadi afiyet olsun. Çıtırları böyle mi yiyorsun? Evet. Megrek gelistü. İş mecün katen gerhez. Hayatım. Lele. İgazából. Ahogy ezt kimondtam, meg is érkeztünk a tengerhez. Ahogy meg gidiyor. Uh-huh. Ellerimiz gene dolu. Alacak bir şey yok. İşte erkek olan sensin hayatım. Evet. Megjöttünk. Ha, orayı mı dedin sen? Hayır, şuna. Güzel. Ay annyira gönyörü. Két éve nem voltam tengerparton. Evet git. Tamam git. Çekiyor mu? He çekiyorum. Elfoglaltuk a helyünket, megmutatom nektek. Ide táboroztunk le. Bekenem magam naptejjel, aztán én is ugrok a vízbe. Egyébként szép a strand. Ezek a hegyek annyira tetszenek. És megyünk be a vízbe! Helyetem! Vízbe gidiyoruz! Csülök. Szóval voltunk a vízben. Egyébként tök jó, először picit hideg, de utána tök kellemes. Húztunk is egy picit. Kis pocakos életem. Hajátem! Most naptejezünk, aztán elmegyünk bevásárolni a kisboltból. Körülbelül olyan 30-32 fok van most jelenleg, úgyhogy az idő is tök szuper. Egyébként nincsenek sokan. Itt szerintem annyira turisták nem járnak, inkább helyiek, mármint törökök úgy értem. Annyira turisták között nem ismert hely szerintem. A fiúk így szórakoznak. Hayatım son sözlerin nedir? Dünyayı sevmiyordum zaten. Benim için iyi oldu. Ne alakası var? Beni de mi sevmiyorsun? Ya bir tek senin için yaşıyordum işte. Onu da denizde kaybettik. Hadi Allah'a emanet. Mustafa sen ne diyorsun bu işe? Herkes hak ettiğini buldu. Zaten sürekli uğraşıyorum. Ahmet ekiyorum ya. Çünkü küçük Ahmet'ten biçeceğim. Ortadan çıkmasın. Küçük Ahmet'i yok. İyi. İyi biliyorum. Baş parmağım şu an teşekkür. Yardım edeyim mi hayatım? Allah sana toprağı. Allah razı olsun. Ağzıma atma. Üç tane sigara dikin de üstüne.
Çektim, ama çok yukarıda kaldın. Evet, derin nazlı olup ki fazla. Ben böyle iyi oldum. Yok, ben üstünden yürümek istedim. Anasını yer yemeydi. Hadi karokraita şey tane. Nereden? Buradan mı? Şurada mı? Bas. Selamünaleyküm. Aleykümselam. Yüzüme krem sür de patates olmuyor. Evet, onu yapacağım şimdi. Ya sizin için neler yapıyorum daha abi? Toprağın altına girdim. Toprağın altına. Most van körülbelül olyan délután egy óra vagy kettő. Túl vagyunk a második úszáson, hogy így fogalmazzak. És most Mustafa van elásva. Mustafa'yı gömdük. Evet. Ne. Ahmet hát a pedig leéget. Yanıyorum ben. Yapacak bir şey yok. Mustafa, ne yapıyorsun? Nasıl gidiyor? Yaşayan bilmem ben sen. Aklını hala yapamadıklarından mı? Yarışmacı arkadaşlara başarılar diliyorum. Böyle saklanarak icra olmaz. Öyle. İlayda, sen ne diyorsun bu duruma? Ben başında dua okuyorum. Gözlerin yeşil mi olmuş? Bilmiyorum. Biraz. Renk değiştiriyor abi. Evet. Ne diyorsun hayatım, beğendin mi burayı? Burası biraz güzel. Tuvaletlerde bazı sıkıntılar var. Biraz fazla gidiyor. Etraf biraz daha pis. Ama güzel ya. Moruk, eğleniyoruz. És egy újabb bejelentkezés. Visszaértünk a kempingbe. Letusoltunk. Nem tudom nektek elmondani, hogy mennyire jól esett ez a jéghideg víz. Úgyhogy most tartunk egy bő egy órás kis csendes pihenőt. A fiúk elmentek a boltba, mert délután, hát este felé délután mindegy, sütögetni fogunk, úgyhogy ahhoz bevásárolnak. Én most felfrissülök az árnyékban. Aztán szerintem alszunk egy órát, és akkor délután sütögetünk. Egyelőre nekem nagyon tetszik, tök szuper, hogy ennyire közel van ugye a tenger ott abban a sarokban, csak most pont nem látszik. Nagyon közel van minden, szuper, nem túl zsúfolt, tehát nincs akkora nyüzsgés, úgyhogy nekem nagyon tetszik így egyelőre. 60 lirát fizetünk egy éjszakáért, ami igazából semmi kávé. Tök jó, én elégedett vagyok. Az út az Ankarából körülbelül egy, hát 4 órát mondanék, tehát nem volt 5-6 óra, ahogy azt az elején mondtam. Legyen bő 4 óra, de azért meg is álltunk közben pihenni persze. Szerintem tök szuper, azt beszéltük itt a többiekkel, hogy el fogunk még jönni többször is, mert tényleg megéri, olcsó, jó helyen van, szép a tenger, jó a tengerpart is, a vízhőmérséklet is tök szuper, meg így az elrendezése a dolgoknak, úgyhogy ennyi igazából, bejelentkezek a sütögetésnél is, aztán este még lemegyünk a tengerpartra, tabut fogunk játszani, röviden ennyi a program igazából. És itt a kis barátom! Most megyünk le a partra, aludtunk egy bő 2 órát, most már azért kellemesebb az idő. Akarunk fényképet csinálni, lent láttunk egy szép helyet, úgyhogy oda szeretnénk lemenni. Majd meglátjátok, hogy sikerültek a képek, vagy sem, Instagramon. Ez
Olyan jól néz ki. És imedjan leégett. Nem kicsit, nagyon. Nőtt. Bog, 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 bog. Édikém, édikém. Nőtt. Her yerim kum oldu yine. Megint element homokkal a papucskám. Evet. Hemen mostuk. Itt a sziklánál akarunk képet csinálni. Mondtam, hogy bemutatom itt, hogy mi hogy van. Itt vannak tusolók, itt tusoltunk délután. Akkor itt vannak a WC-k, itt kezdődik igazából a kemping. Itt a parkoló egyből, ugye itt jövünk be a tengerpartról, és akkor vannak ilyen kis hűtők kirakva, amit ingyenesen lehet használni. Egyedül az van kiírva rá, hogy 5 literes vizet ne rakjunk bele. Most már mindenki készülődik az esti sütögetéshez, mint mi is. Most fogjuk kivenni a zöldségeinket. Itt vannak a mosogatók. Itt mosogattam délután. Tök jó kis hangulatos. Efendim hayatım? Neyi çekeyim? Çekeyim. Çektim mi? Başka bir şeyimiz yoktu. Değil mi? He? Başka bir şeyimiz yoktu değil mi? Ya kola mola vardı da onlar gelince alır. Tamam. So var, és akkor itt kezdődik igazából a kis kempingező rész. Mindenki a kis saját kis sátrával. Most mindenki vacsorázik, ugye vacsora idő van. És a legszebb sátor természetesen a mi sátrunk. Ide ki is teregettünk egyébként a kis fánkra, és állunk is neki mi is sütögetni, és egyébként le is fog menni a nap pillanatokon belül. Na, hello! Este 8 óra van. Most állunk neki a vacsinak. Itt a mesterszakácsunk. Imecsán! Masterchef'im az Imecsán. Masterchef bu sefer bugün benim. Evet. Sabah Mustafa ile mangal. İşler biraz büyüyünce ben geldim. Evet, aynen öyle. Çünkü benim hayatım, az én kis szerelmem, nagyon-nagyon finomokat csinálom. Hogyha sütögetésről van szó, barbecue, vagy itt törökül mangal, ugye? Akkor mindig ő csinálja, mert ő a profi bennem. Úgyhogy már elő is készültünk. Itt vannak a húsik, gomba, zöldségek. Abból fogunk csinálni salit, akkor van sajtunk, és mindenféle egyéb. Úgyhogy már mindenki nagyon-nagyon éhes, nagyon-nagyon türelmetlenek vagyunk, de annál jobban fog esni ez a vacsora. Lementünk, egyébként tök szuperül készültek a képek a parton, szóval lementünk megnézni a naplementét. Bár igazából teljesen most fog lemenni nyilván, de hát azt nem vártuk meg, mert nagyon éhesek vagyunk. Jól telt a nap összességében, viszont baromira nagyon meleg van, úgyhogy napközben nagyon nehezen tudtunk aludni. Nem volt egyszerű. Úgyhogy azért nem is igazán videóztam sokat, mert napközben lehetetlenség megmaradni. Délelőtt voltunk ugye a tengerparton, olyan 2-3 körül jöttünk vissza, mindketten nagyon leégtünk, borzasztóan, de délután egyszerűen nem lehet megmaradni, az valami pokoli forróság.
Ha kész a vacsi, akkor még bejelentkezem. Most igen. Yaptığımız şeyleri şöyle göstereyim, biraz geç kaldı yemeklerimiz. Bu ne? Bu patlıcan. Bu ne? Bu patlıcan salatası. İçerisinde domates, soğan, salatalık var. Burası karışık köfte, baget var, kanat var. Orada da aynı şekilde. Evet. Sandviçle beraber köftelerimizi i̇şte yapacağız. Sandviçimiz var. Buradaymış. Eş megotvan gomba değil mi? Mantarımız aynen. da var. Mantarı da o da gelecek. Magic onu da çekeceğiz. Magic mushroom. Sever. Öyle işte. Ya da afiyet ben olsun. Niye Türk çok açım. Hadi bay bay. Evet. Nayona yaşak bayım. Uçay moşt ay börenli falan. Şey açtım bak kelebek de oldu. Felayda tüklef videozni. Aa gombat. Ami şahitar. Hadi be. Bu neye benziyor Mustafa? Bu mantara benziyor. Magic mushroom. Ne diyorsun? Leziz. Egeci getire. Evet. Demek öyle ha. He, patlıcanı hiç yemedin. Patlıcan bozulmuş sıcakta ya. Kesiymiş yani. Yorak geldi. Ama yorak geldi. Master şefimiz. Yakınlaş, yakınlaş. Sabah sabah aklıma geldi. 5 dakika içerisinde böyle elinizde kalan malzemelerden yapıyorsunuz ya. Karar basit mi? Bunu aç kardeş ya. Ben sabahtan beri düğüm açıp duruyorum. İlayna'ya ver ya. Allah. Ben bağladım. Sabahtan beri düğüm açıp duruyorum. Neyse son günümüz İlayna. Kaçıyoruz. No, sandviç çekmeyin. Kimileri ağlar, kimileri... Az utolsó napunk, úgyhogy reggelizünk, aztán megyünk a tengerpartra, délután 4 körül pedig el is indulunk. És reggeli után újra úton vagyunk. Elmosogattunk, picit összepakoláztunk, hogy ne kelljen majd fürdés után, fürdés, úszás után. Úgyhogy most megyünk a tengerpartra. Nem maradunk sokat, 1-2 órát, mert nem akarunk újra még jobban leégni. Szegény Ahmed nagyon leégett. Itt tudja? Anna, denize mi girdin, ıslanmışsın hep? Naber? Tatlı. Halim hakkını mı? Sabah kadar içip içip Halis gördüm değil mi? Hadi git biraz daha gez. Valla şimdi gitsin galiba. Ben sakın ne yapayım. Ne yazıyorsun hayatım? İmit yazıyorum. Başka bir şey yaz. Ne yapayım? Şimdi EZT'de mi yazacaksın? Aa gidiyor. Hadi git neden? Rujiş ve Ahmetcan. Ben ha. Hadi gelin te. Oyan sip. Dada şiyede. Vagyunk a tengerparton, most egy másik helyre jöttünk, vagyis hát ugyanaz a part, csak itt a sziklánál, ahol tegnap fényképezkedtünk, de ez a part sokkal szebb, ez a part szakasz, mint ahol tegnap voltunk.
Sokkal jobban tetszik ez a rész, mint ahol tegnap voltunk. Tegnap jól le is égtünk, főleg Ahmed, de ezt már elmondtam szerintem ezerszer. Úgyhogy pont azt beszéltük itt a többiekkel, hogy bárcsak tegnap is ide jöttünk volna, mert sokkal nyugodtabb, árnyékban vagyunk itt a szikla mellett, és a homok is sokkal szebb, illetve maga ez a rész. Tehát így néz ki. És itt már igazából nincs más ember sem, illetve nincs akkora tömeg. A víz az ugyanúgy nagyon jó, az idő is tök szuper, ugyanúgy 31-32 fok van, úgyhogy tök szuper. Ma nem leszünk sokat a tengerparton, mert olyan 4-5 körül elindulunk haza, úgy beszéltük meg. Picit pancsolunk, aztán visszamegyünk a táborba, összeszedjük a cuccainkat. Útközben valószínű, hogy eszünk valamit is ebédet, aztán megyünk haza. Igazából ennyi. Nem tudom, hogy érdemes-e feltöltenem ezt a vlogot, vagy sem, mert érdemben sok mindent nem tudtam nektek megmutatni. Tegnap este nem mentünk be a városba se, mert elfáradtunk mindannyian. Ugye, hát eleve egész nap a napon voltunk, illetve ugye úsztunk is, úgyhogy estére nagyon kifáradtunk, vagy utána egyből el is aludtunk, játszottunk egy kicsit a tabuval, aztán el is aludtunk vacsi után, úgyhogy nem mentünk be a városba se, ma sem valószínű, hogy befogunk, max még útközben, hogyha megállunk és beülünk valahova enni, akkor azt fel tudom venni, de igazából igyekeztem végig csinálni rövid kis videókat, amit fel tudok nektek tölteni. Meglátjuk, maximum csak úgy feltöltöm, hogy legalább a szép helyeket lássátok, hogy milyen itt a tengerpart. Én elégedett vagyok vele, beszéltek a többiekkel is, hogy valószínű, hogy fogunk még ide jönni, mert szép a tengerpart, olcsó a tábor, ahogy mondtam, 60 lira egy éjszaka. Ami egy picit rossz, az az, hogy éjjel nagyon hideg van, nappal nagyon-nagyon meleg. Nem gondoltuk volna egyikünk sem, hogy éjjel ennyire hideg lesz. Szóval, ha legközelebb jövünk, akkor sokkal felkészültebben tudunk jönni. Melegítővel, illetve vastagabb takaróval. Nyilván nem fagytunk meg, tehát a sátoron belül nincs annyira hideg, de nagyon-nagyon párás a fű, illetve tényleg így este, ahogy besötétedik, azért hűvös van. Úgyhogy legközelebb már ehhez mérten tudunk felkészülni. De egyébként nagyon-nagyon tetszett, egy ilyen kétnapos kis kiruccanásnak tökéletes volt. Nem költöttünk sok pénzt, úgyhogy abszolút megérte. És igazából autóval is, ahogy mondtam, 3,5-4 óra alatt itt voltunk, szóval nem is 5-6 óra, ahogy azt én gondoltam. Simán szerintem, ha erre jártok, akkor Bartonba gyertek el. Olcsó, nincsenek túl sokan, nincs túl sok turista, inkább helyiek vannak, úgyhogy az árak azok nincsenek az egekben. Szóval összességében nekem nagyon tetszett, a többieknek is nagyon tetszett. Ennyi. Hayatım, sen sevdin mi burayı? Güzel. Güzel değil mi? Evet, deniz, kum, sahil. Dağın arkasındayız. Evet. Güzel yer. Burası daha güzel ama değil mi? Keşke dün de buraya gelseydik. Ne yapacak bir şey yok. Yeni geldik, yeni tanıyoruz. Evet. Hızlı olduk. Hı hı. Kepişimiz de var. Söylemek istediğin bir şey var mı? Bir şey yok. Videoyu izlemeyi, abone olmayı, beğenmeyi. Beğenmediysen iyi de beğenmiyorum. Unutmayın biz anlarız zaten. Tamam kapatmıyorum videoyu daha da. Yok. Ha yani. Eve vardığımızda kapatırım. Daha eve kadar çekeceğim. Hı hı. Ya çekiyoruz mu lan? Vlog mu çekiyoruz? Na gyerekek, véget ért a hétvégénk. Ahogy láthatjátok, a fiúk épp most szerelik szét a sátrat. Mi is összeszedtük a kis cuccainkat, letusoltunk a tenger után, ettünk egy fagyit, aztán mindent összepakoltunk, bepakoltunk a kocsiba, és most indulunk haza, útközben majd eszünk valamit, úgyhogy nem biztos, hogy vége a vlognak, majd meglátjuk.
Még egyszer utoljára körbe mutatom, hogy milyen szép. És vége. Úgyhogy nem biztos, hogy most lezárom. Legrosszabb esetben otthon zárom le a vlogot. Most van olyan, hát 2 óra körül, úgyhogy meglátjuk, hogy hányra érünk haza. Főleg, hogyha útközben megállunk valahol enni. De szuperül telt a hétvége, úgyhogy én örülök, hogy eljöttünk. És örülök, hogy egy picit ti is betekintést nyerhettetek az itteni kis sátorozásba, hétvégébe. Picit, nem picit, ma is leégtünk. Nem meglepő, albinók vagyunk. Most indulunk, és akkor majd még a kajánál bejelentkezem. Felé, és megnézzük az Abant-tó, Abant-gölű. De előtte úgy döntöttünk, hogy megállunk egyet enni, mert mindenki nagyon éhes. Abanta gelmeden és egy ilyen szép helyre jöttünk. Tök jól néz ki. Gölgy olsun da, neresz oluyorsun? Olyan szép helyre jöttünk, hogy nem is gondoltam volna, hogy ilyen szép lesz. És vannak nyúzikák is. Ez nyúzik. És nyuszik, van ilyen kis hintaágyunk. Van egy rákunk is, aki... Yanıyoruz baba. İstakozunuz, yengeçimiz. Yengeçimiz. Yengeç istakoz, ne varsa. És akkor itt az étterem, de szerintem még ott hátrébb is van egyébként valami. Itt az étterem, itt vannak tyúkok. De én félek a tyúkoktól, mert kiskoromban mindig megtámadtak a mamánál. Úgyhogy őket inkább elkerülöm. És itt is végig ilyen kis szép kis zöld. Itt van folyó! És itt vannak báránykák. Oda nézzetek! Kis báránykák! Bár csak ide ültünk volna le. Nagyon szép, úristen! Imádom! Hát ez nagyon jó! Úristen! Ez nagyon tetszik, ez a hely. Imádom. Ammecan elfoglalta a helyét. Lellem buz gibi lao. Jég, jég. Csaj, csaj. Hideg, hideg. Hideg, hadi, megyünk. Hideg dedim. Soğuk. Hideg, megyünk. Hadi gidek gidek gidek. Yemeğimiz geliyor. Yemek yemek. És megjöttünk. Ez az Abant gölü. Abant tó. Ya başına şu yandan lük diye gidersin. Lük. Hadi hayatım. Hadi yılan yok mu? Abant'a gelmişken bir şey. Aa bak burada.
Hepsi zıplıyor la, ben girdim. Hadi bakayım. Vallahi. Hayatım geleyim mi yanına? Yok. Ne bileyim. Bir dur orada, fotoğrafını çekerim şimdi. Gececikle. Gizbega. Ya şimdi çok küçük, ölürse. Ölmez. Ölür ölür. Alma alma, ölür. Bence ölmez. Ya da sihir falan direkt kurarken mi? Yakıyormuş. Şşş. Başka yakayım, sigara söyleyeyim. Nadi on sip. Eşe korkuyor be van gitti. Auto ut. İngenes volt most a belépés. Normál esetben 24 lira autó vagyok, 8. Viszont most ugye közelítik a bájram, úgyhogy nem volt senki a kapuba, és tele van, úgyhogy gondolom mindenki ingyen bejött, mi is. És igazából ennyi. És ennyi. Megnéztük a tavat, és bőle. Megyünk. Köszönjük, ederim. Viszont nagyon-nagyon jól telt szerintem ez a hétvége. Remélem, hogy ez a videó nektek is tetszeni fog, remélem, nagyon sokszor mondom, hogy remélem, de remélem, hogy sikerül úgy megvágnom, hogy tartalmas is legyen, be is mutassam a szép helyeket, és tényleg szórakoztató is legyen. Most, ma nem, de holnap neki is állok reggel, és reményeim szerint fel is töltöm, hétfőn este, úgy legyen. Én nagyon jól éreztem magam, tényleg megérte így egy hétvégére elmenni. Nagyon szép volt a tengerpart, a víz is nagyon jó volt, tiszta volt, pont megfelelő hőmérséklete volt abban a meleg időben. Jön a kis rák. Jön a kis rákocska. Aj, szürtön csak fena. Bak.
Kicsit kupi van a szobába, mert a következő hírem, hogy költözünk, de erről majd egy másik videóban. Úgyhogy lezárom ezt a videót, puszilag téged, köszönöm szépen, hogy velem voltatok, ne felejtsetek el feliratkozni, bekedvelni ezt a videót, írjátok meg hozzászólásban, hogy nektek melyik a kedvenc tengerpartotok Törökországban, vagy hogyha még nem voltatok, akkor melyik az a hely, ahol el szeretnétek jutni a nyaralás keretein belül. Még egyszer puszilag titeket, legyen csodálatosan szép napotok, estétek, görüsirűz! És most jön a rituáléjuk. Minden egyes alkalom, amikor hazajön Ahmed, ezt csinálják. Hadi el szalla, Dwaile. Hadi el szalla. Görüşürüz. Sziasztok.